azt hiszem, ugyanabban a cipőben járunk, mint a vidéki zsidóság többsége, hogy kevesen vannak. ...2023. októberében a Tomlantos Intézet közösségi műhely találkozót szervezett dunántúli zsidó hitközségi és civil vezetők és tagok részére. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők feltérképezzék erőforrásaikat, céljaikat és kihívásaikat. A program során ehhez olyan nem rendhagyó módszereket alkalmaztak, mint a részvételi kutatás és szociodráma. Az egynapos műhely találkozó része volt a híres pápai zsinagóga meglátogatása is. Zalaegerszegről érkezett erre a konferenciára. Pontosan. Mi a célkitűzése? Volt-e valami eredetileg, amit kitűzött, célt, kapcsolatépítés, közös gondolkodás? Egyértelműen a vidéki zsidóság fennmaradása a kérdés most. Ugye az átlag életkor olyan 60 körül van a vidéki zsidóknál. Igen. A gyerekeink vagy elmentek Budapestre, vagy elmentek külföldre, és van egy harmadik variáció, hogy nem vállalják a zsidóságukat. Uh-huh. Ez a három olyan komoly probléma, ami az a fenyegeti a közösségeket, hogy meg fognak szűnni. És a célja annak, hogy itt vagyok, hogy valamiféle jó tapasztalatokat adjunk át egymásnak, hogy miként tudnánk megőrizni a közösséget, tehát miként tudnánk bevonni a fiatalokat, meg hát elhangzott több helyen is nálunk is nagyon sok látens zsidó van, aki tudjuk, hogy zsidó, de nem akar a közösségbe jönni. És a dunántúli zsidó közösségben vajon eddig miért nem volt ilyen típusú kooperáció, vagy lehet, hogy volt ilyen összejárás? Vannak barátságok, és eljárkálunk egymáshoz. De ez szervezési kérdés. Idő, szervezés. A klasszicista stílusú épületet 1846-ban avatták fel, több mint 10 évvel a pesti Dohány utcai zsinagóga felavatása előtt. Ez az ország harmadik legnagyobb zsinagógája, tehát a Dohány utcai, a Szegedi után mi vagyunk a harmadikak, és aki ide bejön, az először azt mondja, hogy hú, hát milyen romos épület, de már kívülről is egy kicsit ezt érzékelni, és akkor utána általában, amikor itt eltölt egy, akár lehet, hogy már csak fél perc után azt mondja, hogy de olyan atmoszférája van, hogy itt nagyon jó lenni. Az imaházban a pápa és környéke zsidókulturális hagyományőrző egyesület elnöke Schmidt Orsolya vezetett körbe minket. Az egyesület a helyi zsidó hitközség pár évvel ezelőtti megszűnése óta különösen fontos szerepet tölt be a helyi zsidó örökség ápolásában, ami abból is látszik, hogy Orsolyát 2022-ben a Mazsihisz zsidóságért díjával tüntette ki. Az egyesület tagjai között egyaránt vannak zsidók és olyanok is, akik vallásilag vagy származásilag nem kötődnek a zsidósághoz, de érdekli őket a zsidó kultúra, hagyomány, és szeretnének az egyesület munkájában részt venni. Amit mi még hozzá tudunk tenni ehhez az épülethez, azok a rendezvények. Azok a zsidó ünnepek, amiket ebbe a térbe be lehet hozni, ilyen például a Purim és a Hanuka, amit most már évek óta megtartunk itt Pápán, illetve van nyári szabadegyetemünk, zsinagógai séták címszóval, ami ismeretterjesztő előadásokat jelent. Ezekkel a programokkal próbáljuk újra élővé tenni ezt az épületet, hiszen azért azt tudni kell, hogy itt 1500-1600 fő az, aki megtöltötte ezt az épületet, amikor a pápai zsidóság még fénykorát érte, és nyilván most ezt mi nem tudjuk visszahozni, de szeretnénk egy kicsit éreztetni, hogy milyen az, amikor itt élet van. Ahogy máshol sem, ebben a városban sem volt hosszú távon egységes, tehát elkezdtek kialakulni különböző kisebb csoportok, és így volt jellemző az ortodoxia, majd a neológia, és aztán jelent meg Grünwald Jakab rabbival az az erős ortodoxia, amely aztán tulajdonképpen a haszidizmusban csúcsosodott ki, és ami miatt ma is hozzánk ide Pápára visszajárnak a temetőbe Grünwald Jakab rabbiához, a New Yorki haszid közösség tagjai. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga az épület is sok színűséget tükröz, és talán ez az egyik fontos, amit érdemes kiemelni. Ez egy meghatározó közössége volt a Dunántúlnak, tehát a pápai közösség, a pápai jesiva
mert hogy volt jesivája és a közösségnek pont itt a zsinagóga bejáratával szemben, tehát ha valaki bement a jesivába és ott végzett a tanulással, kilépett onnan és 2 méterrel arrébb belépett ide a zsinagógai térbe. Ha Kuruc Ákos rabbit idézném, aki az egyik beszédében itt elmondta nálunk a közelmúltban, hogy talán olyan volt pápai jesiva tanulónak lenni, és ott oklevelet szerezni, mintha ma valaki egy oxfordi egyetemről tér haza egy oklevéllel. 3200 fölötti volt annak a közösségnek a száma, mind a pápai, mind a környékbeli zsidóságból, akiket elhurcoltak innen a holokauszt idején, és ebből tért vissza az a közel 10%, aki aztán már nem tudta ezt az aktív életet folytatni. Ez a számodat is árulkodik arról, hogy a város méretéhez képest a zsidóság milyen nagy volt. Az 1800-as évek közepén, tehát amikor a zsinagóga épült az 1900-as évekig, a lakosságnak a 24%-a volt zsidó. Tehát azért azt gondolom, hogy ez mindent elárul. Az az igazság, hogy jó helyen van a település, hiszen már akkor is azért a monarchiában is, tehát egy kereskedelmi útvonalról beszélünk szintén, összekötött határokat, és nagyon nagy volt az átjáró forgalom. És nem utolsó sorban Esterházy birtokról beszélünk, és azért tudjuk mindenhol, hogy a grófi területek, a birtokok, azok egy idő után letelepedési engedélyt adtak a zsidóságnak, mint ahogy pápán is 1749-ben kaptak védlevelet májusban a zsidók az Esterházy családtól, hogy itt elkezdhetik kialakítani az életüket. És mit mond a félelem? Hát védekezni kell. Van, aki a fülét fogja be, van, aki a szemét takarja el. Nem akar látni, nem akar hallani, nem akarja tudomásul venni, hogy mi zajlik. A dunántúli zsidó közösségi műhely találkozó helyszínén Horváth Kata szociodráma vezető, a Tomlantos Intézet vidéki zsidó részvételi kutatásának vezetőjét kérdeztük a műhely találkozó céljairól és eredményeiről. Nyilván mindenkinél látszik, hogy helyi zsidó közösséget fenntartani, megtartani az nehéz, és ez egy nehéz feladat, és ezzel mindenki küzd. Ezek biztos, hogy ezek olyan dolgok, nem így összeköti ezeket a szereplőket. El is választja olyan szempontból, hogy van talán egy rivalizáció, hogy ez kinek sikerül, és kinek nem, és kinek vannak jó eszközei, és kinek nincsenek. Sajnos a közösségépítésre nem kaptam hasznos ötleteket, de mint kiderült itt a beszélgetésben, ez most nem is volt célja ennek a programnak, de mindannyian ezzel a problémával küzdünk, úgy érzem, vagy ezzel a problémával is. Nem is tudom, talán Lincoln mondta, ha beszéltünk erről, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted Amerikáért, hogy te mit tehetsz Amerikáért, és ez a közösségre is igaz, hogy mit tudsz tenni ezért a közösségért, hogy legyen jövő. Mert sírni lehet, hogy hát mi lesz majd, meg holnap, meg kevesen vagyunk, meg elfogyunk, meg hol vannak a fiatalok, meg hogy milyen technikákat lehet. Nem technika kérdése, szerintem, hanem egy kicsit áldozatot beletenni valamit. Megjelent közös pontként nyilván az, hogy ez a holokauszt megemlékezések, a holokauszt emlékezetének az átadása így az oktatásban, hogy ez mindenkinek egy kérdés, ez úgy látom, hogy mindenkinek fókuszban van. A holokauszt 80. évfordulója tulajdonképpen nem, hogy mondjam, egy ürügyet ad arra, hogy most itt közösséget építsünk, de természetesen próbálja az ember felhasználni ezt is arra, hogy megszólítani azokat az identitásukat veszített hitközségi tagokat, vagy zsidókat, akiket már nem érdekel, nem foglalkoztatja, szégyelli, elzárkózik a zsidó vallástól, mégis valahogy megszólítani. Nagyon sok kísérletet tettünk erre, kulturális programokkal, vallási programokkal, fesztiválokkal, és sajnos kevés sikerrel, ezt kell, hogy mondjam, és itt is elhangzott, és keressük a megoldást. A Vermes Gáborral utaztam egy zsidó temető kapcsán egy Debrecen környéki kis településre, úgyhogy szerencsére hosszú volt az út oda is, vissza is, végig erről faggattam és kérdeztem a Gábort, aki a Mazs Alapítványnak az egyik vezető prominense, és ezt
próbálom forszírozni, és kérdezem, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás azután, ha sajnos, de törvényszerűség, hogy az a 2001 néhány még igazi holokauszt túlélő már, mint most már erősen 90 fölöttiek, sajnos egyre fogyó száma mutatja, hogy ők nem lesznek sajnos nagyon sokáig már velünk. Az elképzelésünk, hogy lehetne létrehozni egy olyan csoportot, tehát egy ilyen regionális, kvázi kutatócsoportot, aki azon dolgozik, hogy mit jelent a Dunántúlon zsidóság, zsidó közösséget építeni, vagy ezt a zsidó tudás átadást, meg tudástermelést megvalósítani. Tehát van egy ilyen, és lenne egy olyan cél, hogy helyben milyen ilyen részvételi kutatási projektek hozhatók létre, és akkor vidéken a zsidóságot megtartani, meg ennek a történetét, meg az értékeit, ez egy nagy feladat, meg nehéz azoknak, akik ott maradtak, hogy napi szinten tulajdonképpen ez tényleg nagyon nehéz. Szerintem zsidóként vidéken zsidónak lenni, vagy zsidóként élni, és az, hogy akik most Pesten élünk már, és leszármazottak vagyunk, hogy mit tudunk adott esetben visszaadni, vagy visszavinni oda, meg hogy tudjuk csak akár az érdeklődésünkkel, meg azzal, hogy mi visszavisszük oda a mi gyerekeinket, vagy azokat a olyanokat, akiket ez esetleg érdekel, erősíteni ezeket a helyi közösségeket, hogy ők is tudjanak kapcsolódni, ne csak saját magukhoz, hanem másokhoz is. Egy antikváriumban vagyunk, amelyet Orsolya családja üzemeltet évtizedek óta, és ahol Orsolya édesanyjával, a Pápai Zsidó Hagyományőrző Egyesület egyik alapítójával beszélgettünk a civil szervezet céljairól, tevékenységéről és saját családjának történetéről. Hát az alapítók szándéka az volt, hogy akkor már nagyon megszűnőben volt a hitközség. A nagyon idős vezetők nem tudták ellátni a feladatot, és ezért próbáltak valamilyen irányba nyitni. Akik alapították, ők egyetemi tanárok voltak, nem zsidók, de a zsidó élet iránt érdeklődők és kötődők. Például az első elnök Zsengellér József volt, aki itt a református teológián volt rektor, és egy maroknyi 10-15 fős érdeklődő csoport indította el az egyesületet. Hát a személyes motiváció részben a családi érintettség lévén, hogy édesapám zsidó volt. Hát 1896-ban született, és ő úgy került pápára, hogy az édesanyja leány anyaként szülte meg a gyermekét, és úgy gondoljuk, hogy Budapestről azért jöttek el, hogy ne ott a nagyvárosi ismerős környezetbe történjen meg, azért ez biztos akkor sem volt egy egyszerű dolog, és itt egy nagynéni nevelte őt fel. Nagyon keveset tudunk az egész előéletéről, az első családjáról is, akiket megöltek Auschwitzba, feleségét és két lányát, míg ő munkaszolgálatosként dolgozott. Ugyanolyan volt ő is, mint nagyon sok más zsidó család, hogy nem beszélünk a háborúról, a holokausztról, a veszteségekről. Csak amikor megkérdeztem, hogy a szoba falán az a kép, amin két fiatal lány van, ők kicsodák, akkor az volt a válasz, hogy hát ők az első házasságomból származó lányok. És őket úgy hívták, hogy Ilona és Erzsébet, és akkor értettem meg, hogy ezért lettem én Ilona Erzsébet. Nem az édesanyám nevét kaptam, nem a nagyszülőkét, hanem az elpusztított lányokét. Nagyon jó lett volna, ha ő még él pár évet, mert ő meghalt 74-ben, és utána kezdődött az, hogy azért már merünk róla beszélni. Lehetett volna tőle kérdezni. Ha azt mondjuk, hogy pápai zsidó, ez a hétköznapokban jelente valamit, vagy egyáltalán nem? Az utcán van-e erről szó, a város foglalkozik-e alapvetően? Szerintem már
tudják, hogy vagyunk. Ez biztos köszönhető az Egyesületnek, hiszen a rendezvényeinket, programjainkat hirdetjük, várjuk az érdeklődőket. Minden plakátunkon rajta van, hogy felekezeti hovatartozás nélkül. Tehát aki eddig nem tudta, most már ők is tudják. Vannak a városban, meg a környéken is olyanok, akik valószínűleg zsidónak születtek, ez a vallásuk, de nem akarnak zsidóként megmutatkozni, nem jönnek a közösségbe, de vannak olyanok is, és ez a Jobbik része, aki megtalálta a helyét. Ebbe a közösségbe ő zsidóként, nem pápaiként nagyon messziről kerültek ide, és jól érzik magukat, és kezdi megélni a zsidóságát, kezd arról beszélni, hogy az ő szülei meg a nagyszülei hogy éltek ott Mosomagyaróvár környékén, de azt hiszem, hogy hitközség nem lesz, mert valóban a pillanatnyi alapításnak nincsenek meg a feltételei. Ezt többféle úton-módon meg lehetne tenni, de helyben nincs 10 férfi, aki hitközséget alapítana. Az olyan szempontból lenne jó, hogy anyagilag egy biztonságot tudna adni ennek a közösségnek, de ezt a biztonságot mi, mint civil szervezet pályázatokkal meg tudjuk teremteni.